Lufi vagy nem, majd eldönti az idő, ami biztos az az, hogy az évekig tartó keresleti piac kínálativá változott. Vagyis többen akarnak eladni, mint venni. Ez pedig a dolog természeténél fogva árcsökkenést eredményez. Ráadásul azok, akik nagyon vásárolni akartak, valószínűleg már megtették. Azok az ingatlanok, amik eddig úgy kerültek a piacra, hogy nyugodtan kimondhatom az, hogy túlárazottak voltak, azok most lecsengőben vannak. Tehát nem, nem, nem nagyon lassan fog elkelni az a fajta ingatlan, ami eddig esetleg bejött a vevők számára, hogy jó van, tegyük föl, egy kicsit túl van árazva, de nem baj, majd valaki el fogja ezt az ingatlant vinni. Az ingatlanpiaci szakértő szerint a következő hónapokban áremelkedés biztosan nem várható a piacon, sőt, némi csökkenés sem zárható ki. Az országosan tapasztalható folyamatok szolnokra is jellemzőek. Még mindig azt tudom mondani, hogy egy olyan 300 forintos négyzetméter árról ö, tudok nyilatkozni, ami ugye csökkenhet lefelé is, amennyiben mondjuk egy panellakás tizedik emeletéről van szó, de mehet fölfelé is, hogyha egy ilyen újabb, nem új, de újabb típusú ingatlanról és egy felújítottról ö, beszélünk. Itt akár még elérheti akár a 400 forintos négyzetméter árat is. A kínálat csökkenése mellett az árakat már a befektetési célú vásárlások sem hajtják annyira, mint akár néhány hónappal ezelőtt. A jó minőségű, jó helyen lévő, korszerű, viszonylag drága ingatlanok azonban még mindig gyorsan új gazdára találnak.